ezen a frekvencia sávon, az 5600 és 5650 MHz közötti sávon a meteorológiai radar az elsődleges jelleggel használhatja a sávot, az Erlang berendezések pedig harmadlagos jelleggel használhatják, ami azt jelenti, hogy a harmadlagos felhasználású berendezés nem okozhat zavart az elsődlegesnek. 240 km ugye az a távolság, ahonnan érzékelnie kell a radarnak egy, hát ha nem is egy darab esőcseppet, de egy felhőt mindenképpen már érzékelnie kell. Azok a rádiófrekvenciás berendezések, amik ebben a sávban működnek, azok nagyon komoly zavarokat tudnak okozni ennek a radarnak. Mi részt veszünk egy nemzetközi szervezetben, amit az Operának neveznek, ez egy EUMETNET által szponzorált program. Négy radarunk, négy időjárási csapadékradarunk van, mind a négy radar adatait beküldjük az Operának, de a budapesti radar az nem kerül be az Opera kompozit képbe, mivel túl sok zavart tartalmaz. Múlt évben 43 esetben találtak meg kollégáimnál megfelelő berendezéseket ebben a sávban. Idén az első 5 hónapban már túlhaladtuk ezt az értéket, ezért mi is egy kicsit fejlesztettünk méréstechnológiát, ami azt eredményezi, hogy több mérőgépkocsi, több ember, több ráfordított mérőóra szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket a berendezéseket. Jelen pillanatban egy olyan 200-250 olyan pontot találtunk, onnan zavar, sugárzás indul. A radar képe alapján ezekből a pontokból szűrve, tovább szűrve meghatározásra kerülnek azok a helyek, ahova egy erre megfelelő műszerrel rendelkező gépkocsi kimegy. Egyrészt ezen már egy olyan iránymérő antenna van, ami ott a helyszín közelében be tudja azonosítani, be tudja mérni a forrásnak az irányát. Amikor már ez autóval nem tudunk tovább jutni, akkor kézi műszerekkel tudják pontosítani kollégáim ezeknek a zavarforrásoknak a helyét, és meg tudják találni az adott berendezést. Az esetben, hogyha az üzemeltető ott a helyszínen beállítja a berendezését megfelelő frekvenciás sávra, ne okozzon zavart a radarnak, ebben az esetben gyakorlatilag le is zárul részünkről a történet. Ha nem jogkövető, nem megfelelően segíti a mi munkánkat, az eljárásunk akadályoztatása kapcsán egyéni üzemeltetők 10.000 forinttól 1 millió forintig, cégek esetében 50.000-től 10 millió forintig büntethetőek. Abban az esetben, hogyha visszatérően nem jogkövetőek, és nem hajlandóak beállítani megfelelően a berendezésüket, akkor nem csak egy lehetőség, nem csak mérlegelés kérdése, hanem kötelesek vagyunk megbüntetni mind a céget, mind a cég vezetőjét. Ilyenkor még tovább emelkednek a büntetési tételek, és a cégnek már több 100.000 forintos büntetés megy ki első körben, a cégvezetőjének 50.000 forintos büntetés. Ugye a mi radarjainknak a sávszélessége az olyan 1-2 MHz. Tehát ha mondjuk a névleges frekvenciája a radarnak az mondjuk 5620 MHz, az azt jelenti, hogy 5619 és 5621 MHz közötti tartományban képes úgymond a frekvenciát detektálni. Ha ezen kívül esik a tartományon kívül, akkor az már nem, a vevő által nem kerül detektálásra. A meteorológiai radarnak nincs nagyon lehetősége arra, hogy frekvenciában odébb menjen lejjebb, följebb. Az Erlang berendezéseknek egy viszonylag nagy frekvenciás sávjuk van,
több mint 20 csatorna áll rendelkezésükre arra, hogy működhessenek. Úgyhogy a mi célunk annyi, hogy csak ezt az egy csatornát ne használják, ahol éppen a radar működik, azon kívül van lehetőségük működni, és alapvető célunk nem az Erlan berendezések használatának ellehetetlenítése, hanem a békés egymás mellett élés beállítása.